elmúlt 12 évben folyamatosan zajlott egy korszerűsítési folyamat Bátaszéken, melynek célja az volt, hogy jelentősen csökkentsék az energetikai költségeket. A folyamat részeként újult meg a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az óvoda, a sportcsarnok vagy a gimnázium épülete is. Bátaszék városi önkormányzata törekedett arra, hogy egyrészt környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, másrészt energiahatékonyságot figyelembe véve az intézményeit minél több alternatív energia lehetőséggel lássa el, illetve törekedtünk arra, hogy nyilászárok cseréjével, szigetelési rendszerekkel is hozzájárulunk a környezetvédelemhez és a saját pénztárcánknak a költséghatékony megőrzéséhez. A mostani állomás gyakorlatilag az intézményrendszerünk szinte utolsó épülete, a Kanizsai Dorottya Általános Iskola. Itt is egy top pályázat keretében nyert a város forrást ahhoz, hogy két épület szárnyon homlokzatszigetelési munkálatokat tudjunk elvégezni, tetőszigetelési munkálatokat tudjunk elvégezni, lapos tetőszigetelést, illetve magas tető esetében a mennyezeti szigetelést el tudjuk látni. Föl tudjunk rakni 50 kW teljesítményű naperőműveket. Ez a beruházási érték mintegy 99 millió forint, nettó 99 millió forint értékben fog megvalósulni. A magas tetőszigetelésén túl van a folyamat, a lapos tetőn most dolgozik a kivitelező. Megkezdődött a homlokzati szigetelési munkák, reményeink szerint a nyár közepére ezt a beruházást be tudjuk fejezni, és hát keressük továbbiakban is azokat a lehetőségeket, hogy akár energetikai szempontból tudjunk még forrást biztosítani, és tudjunk még előrelépni a településen belül, akár épületek korszerűsítése tekintetében tudjunk előrelépni. A TOP plusz pályázati kiírásokat már vizsgáljuk. A képviselőtestület már fel is állította azt a sorrendet, hogy mit szeretne ebből megvalósítani. Az előkészítési feladatokat folytatjuk. Meglátjuk, hogy milyen sikeresen tudunk majd pályázni. A képviselőtestület többször is foglalkozott az a dologgal, hogy ezek az energiahatékonysági beruházásoknak mi a valós megtérülése. Sajnos az energiaárak már nem ott tartanak, mint amikor a pályázatokat benyújtottuk, így forintálisan nem lehet meghatározni azt, hogy valójában mekkora megtakarítás. Akár villamos energiában, akár hőtermelésnél, kilojoule-ban vizsgáljuk azt, hogy a korszerűsítési beruházás előtt mennyi volt a fogyasztásunk és azt követően. Ezek a számok alátámaszták azt, hogy ezek a beruházások jók voltak, és jelentős energia megtérüléseket tudtunk vele előidézni. Hát az, hogy az árak tekintetében sajnos ezeket már megette az idő, erről mi sajnos nem tehetünk. Ezzel a beruházással a város az intézményrendszer energetikai korszerűsítésének végére ért. Ugye az idősek nappali ellátása az a következő nagy feladat, amire próbálunk, de ott egy teljesen új épületben gondolkodunk, ami majdnem passzív házként fog funkcionálni, tehát olyan energiavételi lehetőségeket akár fűtésben, akár villamos energiában terveznénk meg, ami minimális fenntartási költséget jelentene. Tanúszoda energetikai korszerűsítését is elvégeztük az elmúlt ciklusban. Amit lehetett, kiaknáztunk ezen a téren, azt gondolom.